Országjárásra indultak a kormánypárti képviselők, hogy világossá tegyék a május 26-ai európai parlamenti választások legfontosabb tétjét. Siklósra Nagy Csaba országgyűlési képviselő meghívására érkezett Szájer József. A lakossági fórum előtt sajtótájékoztatót tartott a két politikus. Mai nap vendégünk Szájer József, aki 2004 óta az Európa Parlamentnek képviselő tagja, és azt gondolom, hogy nálánál autentikusabb személy nincs, akit megkérdezhetnénk arról, hogy milyen jövő előtt áll Európa, milyen jövője van Európának, illetve hogy mi a tétje a május 26-ai választásoknak. Óriási a jelentősége a májusi európai parlamenti választásoknak, mondta Szájer József a sajtótájékoztatón. Véleménye szerint olyan képviselőkre van szükség az Európai Parlamentben, akik képesek és hajlandóak megvédeni Európa polgárait. Természetesen nem kívánunk semmiféle receptet adni más országoknak, hiszen más országnak mások a hagyományai, mások a szokásai, de Magyarország nem kíván bevándorló ország lenni, és azt sem tudjuk elfogadni, hogy az Európai Unió vezetése, vagy bárki kívülről akarná megmondani Magyarország számára, hogy kik élhetnek a területén, kik azok, akiket a magyar állampolgárok, a magyar emberek be kell, hogy fogadjanak. Szájer József hangsúlyozta, hogy egyre több országban felismerték azt is, hogy a bevándorlás az európai kereszténység megvédése tekintetében nem a helyes út.